Sziasztok, kedves Mindigó Sport nézők, én Kátai Tamás vagyok, és éppen úton vagyunk Pécsre, hogy leforgassuk a Hunbeszkit vlog első epizódját, amiben Pongó Mátét fogom mikrofon és kamera végre kapni, sőt, ha minden jól megy, akkor megpróbálom őt kihívni egy kis közös játékra is, remélem, hogy elfogadja majd az invitálásomat. Tartsatok velünk, és nézzük meg, hogyan alakul ez a látogatás. Üdvözöllek itt a Hunbeszkit vlogban, te vagy az első áldozatunk, úgyhogy érezd magad megtisztelve. Köszönöm egy ilyen szépen. Félkomoly kérdéssel kezdeném. Ugye bronz lett idén 2-0, és nem akárki ellen, mert az olajat sikerült így búcsúztatni. Te személyesen hogy élted meg ezt a győzelmet, milyen emlékeid vannak a bronzzal kapcsolatban? Hát nagyon örültünk persze, hogy 2-0-ra le tudtuk zárni ezt a párharcot, azért tudtuk, hogy a Szolnokban azért vannak sérülések, ugye. Így is egy komoly csapat volt egyébként. Szerintem ezt szezon előtt megmondta volna valaki, hogy 3 évet leszünk, szerzünk egy bronzérmet, akkor elfogadtuk volna egyből. De ugye volt még előtt egy sanszunk bejutni, hogy esetleg a döntőbe is, tehát így megjött a kedvünk, ugye. Persze nem vagyunk csalódottak, de lehet mindig egyre jobbnak és jobbnak. Mekkora bulik vannak az ilyen eredmények után? Esetleg mekkora buli volt most effektív konkrétan? Hát mindig ugye már az egy nagy siker volt, hogy bejutottunk az 5-be, utána a 4-be, aztán most a 3-be, akkor mindig összejött a csapat, és akkor az egész csapat együtt bulizott, együtt ünnepeltünk. Volt, hogy ugye városban voltunk, vagy akár átmentünk valamit a lakásába, és ott. Hogy kell elképzelni egyáltalán egy NB1-es játékos életét, mondjuk neked speciál, mivel telik egy napod? Akkor, amikor szezonban, mert most ugye off-szezonban tárkoztunk egymással, tehát ilyen nyugodt környezetben tudunk itt dobálgatni, meg beszélgetni, de amikor szezonban, akkor mi a napi rutin? Hát szinte majdnem, hogy hétfőtől péntekig, ugye, hogyha hétvégén van a mérkőzés, akkor ugye délelőtt edzés, utána esetleg egy kávézás, egy ebéd, pihenni, aztán délután megint edzés, úgyhogy így hétfőtől péntekig így tudnám elmondani, és akkor van szombaton egy mérkőzés, és a vasárnapi napunk az meg pihenéssel telik általában így szedett. Akkor vasárnapi nap az elképesztő bulik. Hát akkor utána hétfőn nagyon keményen lenne a hét kezdet, szóval nem nagyon fér bele egyébként. Meg szoktak téged ismerni utcán? Meg szoktak állítani? Hát, ezekről bármi? Igen, ugye ez a második profi klubom itt Pécsen, és azt tapasztaltam, hogy itt talán kicsit jobban is rajonganak a kosárlabdáért, mint a Kecskeméten. Tehát volt erre például ilyen, hogy egy-egy győztes meccs után gratuláltak az utcán, vagy akár a lépcsőházomban is vannak kosárrajongók, úgyhogy ott is szoktak gratulálni. Úgyhogy élveztem nagyon ezt a szezont itt Pécsen, mert hát főleg ahogy ugye jobbak is voltunk, egyre többen jöttek ki. Úgyhogy meg egy nagyon szép szezont is zártunk, szerintem ez a 3. helye. Úgyhogy igen, itt főleg a szezon végén is nagyon sok gratulációt kaptam, illetve az egész csapat kapott. Általában ilyen amerikai major ligás dolgokból, személyesen én azokból táplálkozom, és felvetődik a kérdés az én elmémben, és szerintem a nézőket is tökre érdekelheti az, hogy csomószor látni mondjuk Amerikában nagy kosárlabda sztárok más nagy celebekkel bratiznak. Van ilyen Magyarországon? Tehát, hogy van-e olyan kapcsolat, ami azért kötetett a te életedbe, azért jött, mert a kosárlabda a profi karrier hozta? Van-e neked bármi ilyen kapcsolatod? Talán ezt tudom, hogy a sport, aki esetleg más sportot űz, a sport így összehoz. Tehát sokkal könnyebben megértettem magam egy olyan emberrel, aki ugye ugyanúgy sportol, mint én. Itt Pécsen is akár a vízilabdásokat tudnám felhozni, hogy volt, hogy ők is kijöttek a mi meccseinkre, tehát ugye ezáltal adódott ilyen kapcsolat, vagy barátságnak is lehetne mondani, de ezt tudom igazából úgy. És mennyire játszik a zene fontos szerepet az életedben? Használod-e a zenét bemelegítéshez, vagy bármilyen dologra? És ha igen, akkor miket hallgatsz? Többre érdekel. Hát igazából én zenei téren mindenevi vagyok, mondhatjuk, szóval szokott lenni az öltözőbe is hozunk be egy ilyen hangszorót, és akkor azon nyomjuk akár meccs előtt, vagy meccs után, vagy edzések után, edzések előtt a zenét. És szerintem amúgy fontos, igen, meg van egyébként egy edzés közben is, hogy csak így bejön dobálni, akkor beszoktuk rakni magunknak a zenét, de nem én szoktam választani, tehát amit bárki betesz, az nekem megfelelő. Akkor nincsen ilyen
alap bemelegítő, vagy hát, meccselős felhergelő? Hát van persze, mint tipikus olyan, amikor ami egy kicsit ütemesebb, vagy valami, ami meccsre felpörget, akkor azt jobban szeretem meccselőt, de van akár olyan hétköznap is, amikor pont ahhozom kedvem, hogy most ilyen zenét hallgassak. Rituálé, mert a zene is lehet egy rituálé, mert neked személyesen van rituálé, akár meccselőtti, vagy akár edzéshez, bármihez kötődő, babonához kötődő, vagy csak megszokáshoz van ilyen bármi rituálé? A meccsek előtt szeretek bejárni, dobni, ugye akár délelőtt, hogy egy kicsit már mozgásba legyek, mert aznap mozogjak, mert ugye akkor, amikor bejövök a terembe meccselőt, akkor mozogjak először, úgyhogy azt szoktam, és akkor utána tényleg egy kávézás, akkor egy kis pihenő, de olyan különösebb nagy rituálén nincsen. Tengeren túl nyilván, de itthon is egyre inkább a cipők és a kosárlabda kapcsolata az egyre szorosabbra fonódik. Feltődik a kérdés, hogy neked van-e kedvenc cipőd nyilván kosarazáshoz, vagy akár, hogyha személyes viselethez van, és meg lifestyle cipőről beszélünk, és megszoktad, megszereted, azt is mondhatod, de nyilván van-e olyan, amit nagyon preferálsz, és csak abban játszol cipőkkel kapcsolatban, mit tudsz magadról mondani? Cipőmániás vagyok, azt mondhatjuk, tehát ha kijön egy, akár egy új szíri, akkor valószínűleg abból én is választok. Uh-huh. De ebből is Adidas, Nike, igazából majdnem, hogy minden. A Kobe cipőit nagyon szeretem, például az nekem nagyon stimmel a lábomra. Aha. De például ebben a szezonban többször volt Harden cipőm, és szeretek újakat is kipróbálni. Na igen, úgyhogy majdnem abban is azt tudom mondani, hogy bármibe eljátszott. Beszéltünk, hogy egy kis közös játékban benne lennél, és azt dumáltuk, hogy nyomunk egy horse-t. Ugye, aki nem ismerné, a horse arra épül, hogy valaki mutat egy dolgot, és a másnak meg kell ismételnie. Ha ez nem sikerül, akkor az egyik ember kap egy hiba pontot, és ezek a hiba pontok ebben a műsorban most kellemetlen kérdések formájába fognak abszolválódni. Úgyhogy good luck, vágjunk bele! Bemelegítettünk mind a ketten elképesztő mutatványokkal, és akkor én kezdek, mert én vagyok az abszolút gyengébb. És én egyetlen egy gyakorló dobásommal próbálok egy kis előnyt szerezni. Na, akkor az első kellemetlennek mondható kérdés, ugyanis itt azzal készültünk, hogy ha valaki hibázik, akkor büntetést kap. De nem kell az a izgulni, mert nyilván nem szemetek, nem készülünk durva kérdésekkel. Egész kosaras karrieredhez kapcsolódóan a legcikibb sztori. De vállalt be. Ami velem történt? Ami veled történt, aha. Mondjuk egyszer utánpótlásra volt, hogy a mérkőzésre nem vittem kosárcipőt. És akkor egyik csapattársam, amikor két-három számon nagyobb cipőjébe kellett játszanom, talán ez volt szerintem a leggázabb sztori. Vagy akár elmentünk, ugye utánpótlásra mindig az volt, hogy idegenben, akkor ugye sötét mezben játszunk, és akkor idegenbé mérkőzésre elhozta a világos mezt, és akkor ő felhúzta, és még akkor sem vette észre, hogy a csapaton belül mindenki ugye a sötét szerelés van, nekünk kellett szólni, hogy ez most nem itthon játszunk, hanem idegenben, és akkor... Az edző, gondolom. Hát ő még Einstein nem volt bent, mert előtte szóltunk neki, jajjajjá. Nyomjuk tovább. Volt-e valaha olyan, hogy már nagyon eddig voltál a bíróval, és szittad, de nem akartad, hogy meghallja, de meghallotta? Hát ezek utánpótlások voltak szerintem, mert így felnőttben már... Szerintem ezt is lehet fejleszteni egyébként, és sokkal higgadtabb vagyok, mint utánpótlásban. De utánpótlásban azért biztos, hogy jó pár sporinak nem voltam a kedvenc játékosom, mert akkor azért elég hisztis gyerek voltam, és nem tudtam leplezni. Akár mondjuk a vereséget sem nagyon tudtam elfogadni. Szóval voltak azért ilyen szituációk. Csak még olyankor... a bajai éveimben, ugye, amikor ott kosárlabdáztam. Aha. Csak olyankor mi volt a szankció? Hát ugye, még akkor még kisgyerek is vagy, akkor nevelésképpen, de talán szerintem kiállítani nem állított, aki csak maximum technikai, vagy akár az edzőm akkor leültetett, mert ő is tudta, hogy milyen vagyok, és akkor látta is, hogy nincs igazam, és így leültetett a pad végére, hogy gondolkodjak egy kicsit. Amúgy Magyarországon valahogy, ez csak úgy eszembe jutott közben, történt egy olyan sztori, vagy te tudsz-e olyan sztoriról,
hogy ilyen nagyon durván elfogultak az indulatok. Tehát mondjuk ütötte valaki meg bírót, vagy... Hát bírót nem, de láttam már előtt, hogy így... Talán mondjuk az hálistenek nem talált be az ütés, de a szándék az meg volt, igen. Igen. Jó. Vannak ilyenek, igen. Akkor menjünk a harmadik betűre, hát ha meg tudom szerezni. Egyébként ezért az NBA-ben 50 ezer dollárt adnak, csak mondanám, így jön. Gyerek, ki nem lesz esélye, tényleg. Bocsánat. És ezt elsőre vettük fel, esküszöm, ugye? Esküszöm, hogy nem erre gyakoroltam egész éve, tényleg. Isten látja lelkem. Na jó. Jó kis horsz. Na ez a durva. Nincsen betű. Már készültem a kérdéssel. Jó, nem baj, azért kérdezek egyet. Megteltem ez ilyen fél pályázás után. NBA. Melyik lenne az a csapattárs, akinek nagyon örülnék, hogyha leigazolnák melléd csapattársként? És melyik lenne az, amit gyűlölnéd, hogyha csapattársként vele kéne játszani? Hát ez a könnyes szerintem. A gyűlölök? Aha, én Harden nem biztos, hogy együtt tudnék játszani. Erről beszélgettünk az autóba pont, hogy mindenki utálja Harden-t, igen? Ja. Akivel szívesen? Mondjuk egy, viszont ha már ott vagyunk egy viszont, akkor egy kapelában szerintem szívesen el tudnék játszani, mert abszolút nem lögbényés játékos, viszont szerintem több sok plusz hozzátenített a lepattanózásával, a védekezésével, biztos, hogy megnehezíti az ellenfelek dolgát, úgyhogy szerintem én vele szívesen tudnék együtt játszani. Ha már itt tartunk, mondta ezt a labdaigényt, te labdaigényes játékosok közé sorolod magad ezek szerint. Mivel én vagyok az irányt, azért szeretem a nálam a labda, meg ilyenek, de érdekes, hogy nagyon, tehát nagyon azt mondom, hogy jobban szeretek asszisztot adni, mint kosarat dobni, de van olyan, amikor tényleg figyelem azt, hogy ha valaki elkapta a fonalat, akkor őt jobban megdobatni. Tehát nem első számú szempontom az, hogy én dobjam a kosarat, inkább szerintem az a úgymond klasszikus irányító vagyok, aki tényleg próbál asszisztokkal játékozni a társait. Akkor nyomjuk tovább. Nem tudom, hogy melyik betűnél tartunk, a betűk végig is lényegtelenek, mert kérdésekre van kihegyezve ez a játék, és a következő kérdés, mint hogy van-e olyan sport, amivel a kosárral szemben vállalhatatlan vagy, és sose vállalnád be azt, hogy akár csak egy 5 percig teljesíts benne. Hát szerintem a vízilabda, én azért mindig el vagyok külve, hogy ennyi, tehát még alapból fönnmaradni a vízen is nehéz, de az, hogy hárman rúgnak a nyakadba, mondjuk egy ilyen center, vagy ilyen beállósként, hát az biztos, hogy nem az e-sport megemelni. Tehát egy jó védekezés után fölérni, és talán azt hiszem 30 másodperc a támadó idő volt a vízrendával, úgyhogy az, ó, Isten, az biztos, max kapus lennék, akkor kapaszkodnék a kapun, de ugye az meg szabálytalan, ha jól tudom. De abszolút nem lenne az én sportágon lenne. Jó, hogy a vízilabdát mondod, mert azért 35 fok van kint, bent 45. Na mondjuk ez a kárnesebbik része, igen. Igen, igen. Uszonyt növesztenénk. Hát, na jó, igen. Nyomjuk tovább. Már nem bírok magammal. Nem tudok veszíteni. Ez palányta direkt, vagy bárhova? Bárhogy jó, csak alulról. Utolsó kérdés a leggazdább, legdurvább kosaras, csajozós sztori. Ha nem, biztos, hogy van saját, én látom rajta a mosolyodból, de ha azt nem mered bevállalni, akkor kotyog ki valaki másért. Hát mondjuk az szerintem
volt már egy akár kihívtam egy meccsre megnézni. Vagy mondjuk te, ha kosarazott ő, és akkor elmentem az én az ő meccsére, vagy ilyenek, de olyan nagyon egetverően nagyot most nem tudok mondani. Egyébként neked, mint kosárlabdázó, mint profi kosárlabdázó, fontos az, hogy a párod, társad nyilván elfogadja az életvitelet, és hogy esetleg szeresse azt? Hát szerintem könnyebb egy olyan párkapcsolatban lenni, hogyha nem is feltétlenül kosárlabdázó sportoló, és akkor ugye megérti az én életemet, vagy az életritmusomat. Aha. Mert azért volt már ilyen, amikor így, főleg alapozás idején, amikor tényleg kb. Nem tudsz megmozdulni, csak inkább feküdni szeretnél, és akkor a párod ezt nem nagyon érzi át, mert ő csak ennyit mozdul, hogy milyen másfél órát edzettél, hát most itt van az egész nap, de nekünk meg tényleg kb. Csak pihenésre van szükségünk, szóval könnyebb azért szerintem így, hogy a sporttól. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszhattam veled, meg hogy időt szántál ránk. Én is köszönöm. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt az első vlog részt. Tartsatok velünk továbbra is, iratkozzatok föl, mert hamarosan egy újabb hasonló részre jövünk. Abban már nem Mátéval, de tartogatunk még izgalmakat, úgyhogy legközelebb ugyanitt találkozunk. Addig is sziasztok! Sziasztok!